Ferenc pápa lelki gyakorlatos beszédeket tartott a papok jubileumán. Interjú II. János Pál pápa volt titkárával a korábbi világi ifjúsági találkozókról. Két új szentet avatott a pápa. Itt a római riportokban. Pápa a jubileumi szentév kapcsán a három különféle római bazilikában beszélt 6000 paphoz és papnövendékhez. Ferenc pápa a tékozló fiú történetén keresztül elmélkedett az irgalmasságról. Beszédének azt a címet adta, hogy az elidegenedéstől az ünnepig, melynek középpontjában egy irgalommal teli feszültség áll. Dobbiamo situarci qui. Nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi, è peccato di preti, è la vanità, egoisti e nello stesso tempo con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione. Innen a pápa a Santa Maria Maggiore-ba ment. Arról beszélt a papoknak, hogy az irgalom működik függetlenül attól, hogy mennyi bűne van az embernek. La misericordia fa la stessa cosa con noi, non ci dipinge dall'esterno una faccia di buoni, non ci fa il Photoshop, ma con i medesimi fili delle nostre miserie, con quelli, e dei nostri peccati, con quelli, intessuti con amore di Padre, ci tesse in modo tale che la nostra anima si rinnova recuperando la sua immagine, quella di Gesù. A harmadik állomáson, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában arra a veszélyre figyelmeztetett, hogy az irgalom könnyen eltűnhet az egyházból is. Il nostro popolo perdona molti defetti ai preti, salvo quello di essere attaccati al denaro. Il popolo non lo perdona. E non è tanto per la ricchezza in sé, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia. Több mint 6000 pap vett részt ezen a tévé által is közvetített eseményen, amelyen a pápa kifejezetten a papok számára tartott elmélkedéseket. A jubileum fénypontja a Szent Péter téren tartott Szent Mise volt, amelyet a pápa maga mutatott be Jézus Szent Szívének ünnepén. Arra kérte a papokat, hogy minden elfoglaltságuk ellenére ne hagyják, hogy a szívük eltávolodjon Istentől. In mezzo a tante attività permane la domanda, ma dove è fisso il mio cuore? Dove punta? Qual è il tesoro che cerca? Perché, dice Gesù, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Három kulcsszót adott azoknak, akik különféle helyzetekben gyakorolják hivatásukat. Felkutatni, befogadni és örülni. Il profeta Ezechiele ci ha ricordato che Dio stesso cerca le sue pecore. Si avventura fuori dei luoghi del pascolo e fuori degli orari di lavoro e non si fa pagare le straordinarie. A jó pap a pápa szerint senkit sem rekeszt ki, és nem fél attól, hogy bepiszkolja a kezét, ha egy elveszett bárányáról van szó. Con sguardo amorevole e cuore di padre accoglie, include e quando deve correggere è sempre per avvicinare. Nessuno disprezza
ma per tutti è pronto a sporcarsi le mani. Il buon pastore non conosce i guanti. A pápa még hozzátette, hogy egy pap életét az öröm kell, hogy jellemezze, amely abból a felismerésből fakad, hogy semmi sem erősebb az Isten szereteténél. És ezt ingyenesen kell az emberek felé közvetíteni, és a nehézségek idején biztosítani. Ferenc pápa 100 törvényszéki bíróval találkozott a Vatikánban, akik azért gyűltek össze, hogy az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harc jogi formáiról beszéljenek. A pápa megköszönte a munkájukat, mely gyakran támadások és fenyegetések közt zajlik. Arra kérte őket, hogy ne tántorodjanak el, és vigyék annak reményét, hogy az igazságosság győz, és nem az igazságtalanságé az utolsó szó. Elítélte azokat az emberkereskedőket, akiket új rabszolga felhajtóknak nevezett. Víctimas tantas veces traicionadas hasta en lo más íntimo y sagrado de su persona, es decir, en el amor que ellas aspiran a dar y tener y que su familia les debe o que les prometen sus pretendientes o maridos, quienes en cambio acaban vendiéndolas en el mercado del trabajo forzado, de la prostitución o de la venta de órganos. Ferenc pápa kifejezte, hogy az egyház arra is hivatott, hogy részt vegyen a politikában, és kérte, hogy dolgozzanak mindenütt a halálbüntetés eltörlésén. A pápa és a jelenlévők egy olyan közös nyilatkozatot írtak alá, mely számtalan ajánlást fogalmaz meg a mai világban jelenlévő rabszolgaság megszüntetésére. Az üzérek vagyonát az áldozatok rehabilitációjára és kárpótlására használják fel, és a szexuális szolgáltatásokra és kényszermunkára való kényszerítést tekintsék emberiség elleni bűnnek. Immár 4 éve, hogy Madai Moralest elvitték otthonából, a mexikói Veracruzból. Ma ő és támogatója Rosi Orozco emberi jogi aktivisták, akik részt vesznek ezen a törvényszéki bírók találkozóján, amelyet itt a Vatikán falai közt szervezett meg a Pápai Társadalomtudományok Akadémiája. También se mencionaba la parte de la desconfianza de la desconfianza que tiene la víctima hacia las autoridades. Van egyfajta bizalmatlanság a hivatalos szervek iránt az áldozatok részéről. És ez sokszor abból is adódik, hogy a hivatalos személyek közül sokan a klienseim. Hogyan lehet hinni és bízni egy hivatali személyben akkor, amikor megveszik a testemet? Elrablója megnyerő volt és kedves, erős családi értékekkel. De minden megváltozott attól a perctől kezdve, hogy magával vitte Mexikó városba. Ott megverték, bántalmazták és folyton zaklatták. Prostitúcióra kényszerítette az az ember, akiről azt hitte, hogy meg fogja védeni és gondoskodni fog róla. Rosi ténylegesen segített a helyzetünkön, amit nagyon kevés szervezet tesz meg konkrétan az áldozatokért, hogy mindent visszakapjanak, amit tőlük egyszer elvettek. Rosi az emberkereskedelem elleni Egyesült Bizottság elnöke. Ő volt a legelszántabb mozgatója annak a 2012-es törvénytervezetnek, amely az emberkereskedelem visszaszorítását és szigorú büntetését célozta Mexikóban. Nagyszerű munka volt a pártokkal együtt dolgozni. Ma sokkal több embert tudunk előállítani, mint bármely más országban a világon, beleértve az Egyesült Államokat is. Madai Morales nem csak támogatóként tekint Rosira, hanem mint munkatársára is az emberkereskedés elleni küzdelemben. Morales idén decemberben végez a jogi egyetemen, amely egy eszköz lesz számára, hogy még hatékonyabban küzdhessen a nők jogaiért. Jelenleg a Mexikóváros legfelsőbb bíróságának munkatársaként dolgozik, hamarosan a Forbes magazinban láthatjuk viszont, mint az egyik legbefolyásosabb mai nő alakot. Június 5-én Ferenc pápa a szentek sorába iktatta Boldog Stanislav Papcsinszki lengyel rendalapítót és Boldog Mária Elizabeth Hesselblad svéd nővért. A Szentatyával koncelebrált a krakkói bíboros érsek és a stockholmi püspök is. Beatos Stanislaum a Jesu Maria Papcsinszki et Mariam Elizabeth
Esseblad, Sanctos esse de cernibus esse de finibus, ac Sanctorum catalogo da scribimus, statuentes eos in universa ecclesiae inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Homíliájában Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására reflektált Ferenc pápa. E questa è stata anche l'esperienza di Stanislao, di Gesù Maria e di Maria Elisabetta Esselblad, che oggi vengono proclamati santi. Sono rimasti intimamente uniti alla passione di Gesù e in loro si è manifestata la potenza della sua resurrezione. Stanislav Papcsinszky alapította az első lengyel kongregációt, a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról nevezett Mariánus atyák rendjét. A rendet Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ajánlották. Ma 10 országban összesen 60 házuk van, és 500 tagjukból 345 fő pap. Híres gyóntatóként és prédikátorként ismert, a lengyel csapatok lelkésze volt a Törökország elleni háborúban, 1674-ben Ukrajnában. 1870-ben Svédországban egy evangélikus családba született Mária Elizabeth Hesselblad. Néhány évvel később tért át a római katolikus vallásra, majd a keresztények egységéért kezdett munkálkodni, különösen Észak-Európában. Megalapította a svéd Szent Brigitta nővérek rendjének egy új ágát. A II. Világháborút egy római kolostorban vészelte át sok másik emberrel, és számos zsidó ember elrejtésében is segédkezett. Munkája által vált elismerté. Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Az idei ifjúsági világtalálkozó Lengyelországban lesz, ott, ahol az isteni irgalmasság tisztelete megszületett, majd hamarosan a világ minden részére elterjedt. Coincidenza fantastica. Questo tema non era suggerito da noi. Nagyszerű ötlet volt. Mi egyáltalán nem javasoltuk, hogy a találkozónak az irgalmasság legyen a központi témája. A Szentatya döntése meglepett bennünket. Krakkó érseke, II. János Pál pápa volt titkára, úgy emlékszik vissza, hogy a korábbi ifjúsági világtalálkozók közül a párizsi volt a legemlékezetesebb. Tutte queste giornate portavano il tema speciale, l'atmosfera speciale. Mindegyiknek különleges hangulata volt. Egyik sem hasonlított az előzőre. Nekem például nagyon élénk emlékeim vannak a 2000-ben Rómában megrendezettről, mert az egyik évezredből a másikba való átmenetet jelentette. De számomra a legfontosabb a párizsi volt. Ez volt az első alkalom, hogy a francia ifjúság a pápával találkozott. Ott láttam első ízben, hogy a pápa megértette, hogy a fiatalok keresnek, kérdéseikre választ várnak, útmutatást. Ott határozta el a pápa, hogy ezeket az alkalmakat továbbra is meg kell szervezni. Per ascoltare, incontrare Santo Padre. Lengyelországban ifjúsági világtalálkozó először 1991-ben volt. Da questo momento anche azóta a találkozók hangulata teljesen megváltozott. Inkább elmélyült. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az ima és a vallási kérdések. Ferenc pápa számára Krakkó lesz a második alkalom Brazília után, hogy ifjúsági világtalálkozón vesz részt. A pápa ellátogat Auschwitzba és Csesztohovába is. A találkozóra több mint 2 millió zarándokot várnak 180 országból. Regnum Christi több tucat tagja találkozott Rómában, hogy áttekintse a laikus mozgalom jelenlegi helyzetét.
Ez az utolsó állomása annak a megújulási folyamatnak, amelyet a Vatikán kért tőlük, miután fényderült az alapító kettős életére. Eleinte nehéz volt. Azt hiszem, imádkozva mindannyiunknak mélyen magunkba kell néznünk és feltenni a kérdést. Uram, mit szeretnél? És a szívem mélyén azt tapasztaltam, hogy azok a csodálatos dolgok, amelyek Krisztushoz és a Regnum Christihez vonzottak, még mindig ott vannak, bár van néhány dolog, amelynek megtisztulásra van szüksége, de Krisztus szüntelenül vezet, és mi továbbra is követjük őt. Kerry egyike a 64 küldöttnek, akiket a Regnum Christi csak nem 24 ezer tagja közül kiválasztottak, hogy a keresztény életre vonatkozó ajánlásaikat felülvizsgálják. Az Egyesült Államokban, Atlantában él férjével és 6 gyermekével. A Regnum Christiben megtanultam, hogyan tudom egész személyen befogadni Isten szeretetét és megismerni őt. Hogyan tudom neki átadni magam, mint feleség, mint anya és mint barát. Hogyan tudom együttérzően szolgálni az egyházat. Hogyan világiként felismerni a hivatásomat az egyházban. Hogyan tudom Jézus szeretetét vinni másoknak. Szükség van a hitemre, hogy ezt jól csináljam, és úgy érzem, a Regnum Christi segít, hogy megtaláljam hivatásomat az egyházban. Azért jöttünk, hogy megpróbáljuk újra felfedezni, mit kér tőlünk Isten. Megpróbáljuk feléleszteni a korábbi közvetlen kapcsolatot Krisztussal, és egy megújult módon megélni a karizmánkat az egyházban. Francisco jogi és üzleti tanulmányokat folytat Barcelonában. A Regnum Christi apostoli küldetése vonzotta, hogy életükön keresztül találják meg mások Istent. Részt veszünk az apostoli munkákban, és megpróbáljuk azt másokhoz is eljuttatni. A találkozónk nyitott, bárki részt vehet rajta. A küldöttek a napokban szembesültek a feladattal, hogy a mozgalom tagjainak életére vonatkozó jogi szövegre kell reflektálniuk. Nehéz, de elengedhetetlen feladat, hogy akik a jövőben csatlakozni kívánnak a Regnum Christi mozgalomhoz, az egyház által elfogadott irányokra reflektáljanak. A legutóbbi hivatalos adat szerint a Regnum Christi mozgalom körülbelül 24 ezer tagot számlál, közülük 21.500-an laikus testvérek, a többiek pedig a megszentelt élet különböző formáiban élnek. A mozgalom tagjai nagyon tevékenyek az oktatás és kultúra terén. Egyetemeiken 34 ezer hallgató, 128 iskolájukban 67 ezer diák tanul, valamint 19 ezeren hátrányos helyzetű térségekben fenntartott iskolákba járnak. Az iszlám fundamentalisták és a muszlim világ számára is jelentős esemény volt Ahmad al-Tayyib imám és Ferenc pápa találkozója a Vatikánban. Az imám kifejezte ellenérzését a párizsi merényletek miatt, amely egy nagyon fontos üzenet volt az egyik legjelentősebb muszlim vezető részéről a radikális csoportok felé. C'è una battaglia sull'anima dell'Islam. Nagy harc folyik az iszlám szívében a hagyományos iszlám többség és a tudatlan erőszakos kisebbség között, mely árt az iszlámnak. Ferenc pápa és Ahmad al-Tayyib imám közti találkozó történelmi jelentőség. Annál is inkább, mert az Al-Azhar Egyetem a szunita iszlám számára az egyik legfontosabb intézmény. Adnané Mokrani tunéziai professzor szerint a terrorizmus elleni sikeres harchoz fontos, hogy az iszlám egyetemek újra kivívják presztízsüket. Egy kis történelem. Az iszlám nem olyan, mint a katolikus egyház. Nincs benne egyetlen központi tekintély. Vannak benne az iszlám számára jelentős intézmények, hagyományos egyetemek. Ezek az egyetemek mindig önállóak, önellátóak voltak, de a gyarmatosítás utáni időben a nemzeti államok részei lettek. Tulajdonukat elvették, az intézmény maga része lett az államnak, és lassan elveszítette tekintélyét. Ma ez jelenti az iszlám intézmények krízisét. Adnani Mokrani szerint, ha az iszlám egyetemek újra visszanyerik függetlenségüket, akkor visszanyerik presztízsüket is az iszlám hívők előtt. Ez azt is jelenti, hogy ezáltal a demokrácia és az írástudás meg tudná akadályozni a fundamentalizmus terjedését.
Nem véletlen tehát, hogy Ferenc pápa erősen támogatja a vallásközi párbeszédet és olyan kezdeményezéseket, mint a Scholas Occurrentes. Ez a globális iskolai hálózat azt szolgálja, hogy a különféle népek és vallások közt létrejöjjön egyfajta kulturális párbeszéd. Következő adásunkban a betegek jubileumáról számolunk be, itt a római riportokban.